Brémai muzsikusok, esti mese, állatos mese. Egy embernek volt egyszer egy szamára. Hosszú évek óta horta már szegény jószága malomba a zsákokat, fogytom fogyott az ereje, egyre kevesebb hasznát lehetett venni. Minek abrakoljak tovább ilyen semmire való állatot? Gondolta a gazdája, és elhatározta, hogy lebunkózza. A szamár azonban megneszelte, hogy valami készül ellene egy óvatlan pillanatban megszökött, és elindult Bréma felé. Úgy tervezte, majd ott beáll városi muzsikusnak. Amint ment, mendegélt, egyszer csak meglátott egy vadászkutyát. Ott hevert szegény az úton a porban, és lihegett, mintha halára loholta volna magát. Mi a baj, fogd meg, miért lihegsz úgy? Kérdezte a szamár. Hagyd el, nyögte búsan a kutya, öreg vagyok, napról napra gyengülök, vadászni sem tudok már. A gazdám agyon akart ütni, alig tudtam egérutat nyerni. Az irhámat megmentettem ugyan, de ilyen vén fejjel ugyan mihez kezdjek, ugyan miből éljek. Tudod mit? Mondta a szamár. Én Brémába tartok, ott felcsapok városi muzsikusnak. Gyere velem, szegődjél be te is a zenekarba. Én majd a lantot pengetem, te meg dobolsz hozzá. A kutya elfogadta az ajánlatot, és most már kettesben mentek tovább. Egyszer csak szimatolni kezdett az öreg vadászebb, egy macska ült nem messze tőlük az út szélén, girhesen, búsan, akár a hét szűk esztendő. Mit kesereksz bajszos? Érdeklődött a szamár. Kinek van jó kedve, ha egyszer a nyakán a kötél? Felelte a macska. Megvénültem, a fogaim kicsorbultak, jobb szeretek már a kájha mögött dorombolni, mint egereket hajkurászni. De az emberek hálátlanok, a gazdaszonyom vízbe akart folytani, hogy ne kelljen tovább etetnie. Nagy nehezen eliszkoltam, hanem aztán most légy okos, pajtás, mihez kezdjek, miből éljek. Gyere velünk Brémába muzsikusnak. Te úgyis jól értesz az éjjeli zenéhez, hasznodat vehetjük a zenekarban. A macskának tetszett a tanács, és velük tartott. Útjuk éppen egy major mellett vitt el. Az udvar kerítésén egy kakas ült, és torka szakadtából rikoltozott. Hát téged mi lelt? Kérdezte a szamár. Mit rikolt az olyan irgalmatlanul? Jújúj! Ju Felelte a kakas. Hiába jósoltam jó időt holnapra, a gazdaszonyom vendégeket hívott, és ráparancsolt a szakácsnőre, főzzön levest belőlem. Estére elvágják a nyakamat, hát amíg lehet, kiabálok, ahogy a torkomon kifér, úgysem sokáig tehetem március. Inkább gyere velünk, Tarajos biztatta a szamár, a halálnál jobb foglalkozást mindenütt lesz magadnak. Brémába megyünk muzsikusnak. Neked jó hangod van, énekelni is tudsz, az leszám a hangverseny, amit mi adunk. A kakasnak nem kellett kétszer mondani a dolgot, és most már négyesben igyekeztek tovább. Csak hogy Bréma még messze volt, a nap pedig már lemenőben, estére éppen csak egy erdőig jutottak el. Elhatározták, hogy ott töltik az éjszakát. A szamár meg a kutya leheveredett egy fa alá, a macska meg a kakas pedig feltelepedett a fára. A macska meghúzta magát az egyik ág könyökében, a kakas azonban felröpült egészen a fatetejére, onnét messzebbre látni, meg biztonságosabb is a magasban, legalábbis a kakas félének. Mielőtt elaludt volna, Tarajos koma szokása szerint körülkémlelt a vidéken. Ahogy így szemlélgette a környéket, egyszer csak világosságot látott nem messze tőlük. Nyomban leszólt a társainak, amera valami kis fénycsillog, ott háznak kell lennie akkor szedjük a sátorfánkat, és menjünk oda, mert ez itt nem valami kényelmes szállás, mondta a szamár. Ahol ház van, ott vacsorát is esznek, nekem pedig már el kellene egy-két csont, kivált, ha húsos jelentette ki a kutya. Én is szívesebben tölteném az éjszakát a kemencepatkán, mint itt a fán tette hozzá a macska. Fölkerekedtek hát, és elindultak arra felé, ahonnét a világosság látszott. Először csak akkora volt, mint egy mécsvilág, aztán nőttön nőtt, egyre jobban csillogott, s egyszerre csak ott álltak egy kivilágított betyártanya előtt. Négyük közül a szamár volt a legnagyobb. Oda ment az ablakhoz, és benézett. Mit látsz, szürke? Kérdezte a kakas. Mit látok? Terített asztalt, rakva minden jóval, körülötte ülnek és falatoznak a betyárok. Terített asztal sóhajtotta a kakas. Ez kellene nekünk. Az ám, mondta a szamár. Én is szívesen ülnék a helyükben. Kissé félre vonultak, és tanakodni kezdtek, hogyan foghatnának a dologhoz, hogyan ugraszthatnák ki a házból a betyárokat. Addig tanácskoztak, míg ki nem főzték a haditervet. A szamár feltette a két előső lábát az ablakpárkányra, a kutya felugrott a szamár hátára, a macska felkúszott a kutya nyakába, végül a kakas felröppent a macska feje búbjára. Mikor mindegyikük a helyén volt, a szamár halkancselt adott, s egyszeriben rákeztek a muzsikára. A szamár ordított, a kutya ugatott, a macska nyávogott, a kakas kukorékolt. Azzal zsupsz! Beugrottak az ablakon át a szobába. A betyárok csak annyit láttak, hogy valami bezudul az ablakon, rettenetes ordítást, rivalgást, vonítást hallottak s hozzá iszonyú üvegcsörömpölést rémülten ugrottak fel az asztaltól, azt hitték, a ház szakad rájuk, vagy kísértet ront közébük, ilyettükben felordítottak, s hanyat homlok kimenekültek az erdőbe. A négy cimbora pedig letelepedett az elhagyott asztalhoz. Nekiláttak smaradéknak, s úgy tömték magukba az ételt, mintha legalább egy hónapja nem ettek volna. Mikor befejezték a lakomát, fekvő helyet kerestek maguknak, kioltották a világot, és elpihentek kiki szokása és kedve szerint. A szamár kiment az udvarra, és a szemidombra heveredett. A kutya a küszöbre hasalt, a macska a tűzhelyen a langyos hamuba kuporodott. A kakas megfelült a kakasülőre. Fáradtak voltak a nagy úttól, hamarosan elaludtak. Valamikor éjfél táján a betyárok kimerészkedtek a sűrűből, és elkezdték figyelni a házat. Látták, hogy minden csendes, a lámpa sem még március. Azért mégsem kellett volna hagynunk, hogy ilyen kurtán furcsán kiebrudaljanak minket, mondta a banda vezér. Elküldte az egyik betyárt, kémlelje ki alaposan a házat. A betyár nagy óvatosan odalopakodott az ajtóhoz, fülelt egy ideig, de semmi ezt nem hallott, nyugalom, békesség volt odabent. Erre bemerészkedett a konyhába, és mert ott sem észlelt semmi gyanúsat, világosságot akart gyújtani. A macska szeme parázslott a sötétben. A betyár azt hitte, igazi parázs, oda nyomott hozzá egy szájgyújtóst, hogy tüzet fogjon. De a macska nem vette tréfára a dolgot, fújt egy nagyot, nekiugrott a betyár képének és össze-vissza karmolta. A marcon a rabló rettenetesen megijedt. Ki akart szaladni a hátsó ajtón, a küszöbön azonban belebotlott a kutyába. A vénebb fölugrott, mordult egyet, és beleharapott a hívatlan vendéglábába. Az nagy ügyel bajjal végre kivergődött a házból, s most már csak azt nézte, hogy minél előbb odébb álljon. Elloholt a szemédomb mellett, ott meg a szamár rúgott bele egy nagyot a hátsó lábával. A lármára fölriadta, kakas is, és harciasan lekiabált a kakasülőről, kukurikú. A betyár szedte a lábát, ahogy bírta, lélekszakadva rohant vissza a sűrűbe, és lihegve, halára váltan jelentett a banda vezérnek, a házban egy borzalmas boszorkány ül, rám fújt, és összekarmolta az arcomat. Az ajtónál egy ember áll, kés van a kezében, azzal a lábamba szúrt. Az udvaron egy fekete szörnyetek hever, majd agyonvert bunkójával. Fönt a tetőn pedig egy vitéz víraszt, és azt kiáltotta, hol az a gazember. Örülök, hogy nem hagytam ott a fogamat. Attól fogva a betyárok a háznak még a tájékára sem merészkedtek többé. Elköltöztek a környékéről is. A brémai muzsikusok meg véglegesen a birtokukba vették, és még ma is ott laknak, ha azóta meg nem haltak.